Rúgják a bört a felcsúti focipályán, ha valaki jól találja el, a labda akár az Orbán család földjén is kiköthet. A miniszterelnök vagyonnyilatkozatában azonban mégsem szerepel egyetlen négyzetméternyi föld sem, bár Orbán Viktor még 2005-ben arról beszélt a vagyonosodását vizsgáló bizottság ülésén, hogy piaci áron vásárolt földet felcsúton, a területek a felesége nevére kerültek, a családtagok vagyonbevallása pedig nem nyilvános. Már több mint 5000 vagyonnyilatkozatot töltöttek fel a közadatok átláthatóságáért küzdő Transparency International és a Direct 36 című oknyomozó portál által közösen indított vagyonkereső.hu oldalra. Törvény írja elő, hogy minek kell szerepelni egy képviselői vagyonnyilatkozatban, hogyan kell feltüntetni az egyes vagyonelemeket, és ugye az elmúlt években számos történetet láttunk arra, párthovatartozástól teljesen függetlenül, hogy képviselőkről kiderült, hogy tudom én, a gyerekük nevén van egy családi ház. Lázár Jánosnak, a miniszterelnökséget vezető miniszternek a vagyonbevallásában például nem szerepel egy révfülöpi balatoni nyaraló, amely az egyik gyermeke nevén van, csak úgy, mint egy budapesti lakás. Kerestük a miniszter, de szabadságon van, és így nem tudott magyarázatot adni. A Transparency International jogi igazgatója azt mondja, a képviselőknek nincs mitől tartaniuk. Persze törvény írja elő, de senki nem fogja őket megbüntetni akkor, ha a vagyonuk felét, fele királyságukat éppen elajándékozták valakinek, és a másik felét is csak hézakosan vallják be. Simon Gábort, a szocialisták egykori országgyűlési képviselőjét viszik bilincsben, ő 240 millió forintot nem írt be a vagyonnyilatkozatába, ma sem tudni, honnan volt a pénz, de őt sem azért vonták felelősségre, mert valótlan adatokat tartalmazott a vagyonnyilatkozata, hanem mert nem fizetett adót. A világpiacon három csinálunk. Gyurcsány Ferenc pedig elajándékozta az egyik cégét a feleségének. A párt szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy titkolózna. Egyetlen cég került a felesége nevére, amelyiknek a legkisebb volt a bevétele, ez a tanácsadó cég. Az Altusnak az igazi nagy bevételeket előállító részei, azok változatlanul Gyurcsány Ferenc nevén vannak, de mint jeleztem, nálunk a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is nyilvános. A DK törvényjavaslatot is benyújtott annak érdekében, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is nyilvános legyen, a Jobbik pedig évek óta nyilvánosságra hozza a képviselők családtagjainak vagyonnyilatkozatát.